Idén is meghirdette a Látni és Látszani nevű kampányát az Országos Balesetmegelőzési Bizottság. Az október 17-től december 4-ig tartó akció lényege, hogy a megváltozott látásviszonyokhoz igazodjanak a közlekedők. Fontos az, hogy a láthatóság szempontjából az őszi és téli átállás időszakában, amikor megváltoznak az út és látási viszonyok, mindenki a saját gépjárművét, illetve saját magát is felkészítse a téli időszakra. Ennek a lényege az, hogy az autónkat készítsük fel a téli átállásra, megfelelő időben cseréljük le a nyári gumijainkat téli gumira, az autónk láthatóságát is készítsük fel. Ellenőrizni kell, hogy a lámpák megfelelően működnek-e, és nem gátolja semmi a fényszórást, valamint az ablaktörlő lapátokat is le kell cserélni, ha szükséges. De nem elég csak a járműnek látszani, a sofőrnek is jól kell látni, hogy biztonságosan részt tudjon venni a közlekedésben. Erre épül a Látni és Látszani kampány, és ebbe a kampányba vesznek részt azok az optikák, valamint szervizek, akik az autónk láthatóságát vizsgálják meg ingyenesen, valamint az optikusok pedig a sofőrök láthatóságát vizsgálják meg, egy úgynevezett látástesztet végeznek ingyenesen szintén. Tolna megyében is számos olyan szerviz és optika van, akik csatlakoztak a kampányhoz. Ezek listáját a www.látniéslátszani.hu oldalon találják meg az érdeklődők. Fokozott közúti ellenőrzésre is kell számítani november 4-én, ahol az egyenruhások ajándékkal készülnek azoknak, akik betartották a szabályokat.